30. fejezet. Imrének igaza volt. Záfolya az ütközetet másnapra akará halasztani. Alvezérei ugyan másképp vélekedtek, de a seregeknek a fáradtsága és a férfias bátorság, melyel Imre oly kevés követővel a folyón való átmenetnek ellentállott, s mely azt látszik bizonyítani, hogy a keresztesek a megtámadásra készek és elhatározottak, a vajda nézetei mellett szóltak, és a seregek táborütéshez fogtak. A lovak lenyergeltettek, szövegek veredtek a földbe, melyekre a vezérek számára szükséges sátorok vonattak fel. A közel erdőben szedett szárazgajból nagy tüzek rakattanak, hogy körülöttük minden csapatból nehányan a főzéshez láthassanak, míg a többiek a sátorok körül dolgoztak, vagy a szálakon hozott ágyuk partra szállításával foglalkoztak. Mindenfelől mozgás és azon zajos vígság, melyel táborokban főképp ütközet előtt találkozunk, s mely annál általánosabb, mivel azok is, kik aggodalommal néznek a jövő elébe, csak hogy bátorságukon senki se kétkedjék, részt vesznek benne. Egy óra múlhatott így, midőn a dolgok komolyabb fordulatot vőnek. A csapat, melyet Záfolya Temesvár felé küldött, hogy a keresztesek táborának fekvéséről és miben létéről tudomást szerezzen, visszatért, s Ártándi Pál, ki szokott serénységével e csapatot vezeti, azon hírt hozzá, hogy az ellenség csatára készül. Az ütközetre szükséges előkészületekhez kellett most látni. Horsogó trombiták szavára az elszéledett csapatok ismét összegyűltek dandáraik körül, a lovak újra fölnyergeltettek, az ágyús mazsarak megtöltettek, és a sereg hallgatva vár rá vezéreinek parancsait, kik az alatt Záfolya körül a teendőkről tanácskoztak. Egyszerű és mesterség nélkül vala a terv, melyet elfogadtak, olyasmi nőtt ekkorban, hol minden inkább személyes bátorságtól, mint a vezér tudományos készültségétől függött, várhatunk, s minőtt az egészen sík tér engedem. A sereg egyenes közepét kivéve nem nagy mélységű vonalban állítatott fel. Két szárnyács közepét a sokkal számosabb lovasság képezi. A vasasok Ártándi és a nagyváradi püspök parancs alatt az egész vonal közepében a könnyebb lovasok a szárnyakon helyeztettek el. A lovasság között az aránytalanul csekély számos, majdnem kirekesztőleg erdélyi szászokból álló gyalogságot látjuk, hosszú lándzsákkal és itt-ott nehéz lőfegyverekkel ellátva, inkább a véget, hogy a lovasság közötti hézagot pótolja, mintsem hogy a győzelmet kivívja, melyet magyar hadak eddig lovasságoktól vártak. A csatavonal két végén négy-négy nehéz ágyús két mozsárval a felállítva, háta meget mint egy 1500 nehéz lovas a véget, hogy az előtte álló sereget szükség esetében közbejöttével segítse. Petrovics 800 székellyel a csatamező bal oldalán fekvő erdőbe küldetett, hogy onnan rejtekből az ellenséget ütközet közben hátulról támadja meg. Nem mintha a nemesség vezérei a hadicselt a győzelemre szükségesnek tartának, hanem hogy a büntetés, melyet a fellázadott jobbágyaikon állani fognak, annál vérengzőbb legyen. Az egésznek vezérletét Záfolya önmagának tartá fenn. Oldalán Ártándi Pál és a bihari püspök fogtak helyet a középen álló vasasok előtt. A bal szárny Záfolya György a jobbik Kismarjási vezérletére bízatott. Erendelések alig tétettek meg, és Petrovics alig tűnt el székelyeivel az erdőfái között, midőn a roppant porfelleg, mely Temesvár táján emelkedett, a seregeket az ellenség közeledésére inté. Záfolya és a többi vezérek röviden megszólíták a hadakat, és az örömrivalgás, mellyel szavaikra feleltek, eléggé mutatá, hogy részükről a legnagyobb lelkesedésre számolhatnak. Hiszen nem is állott-e nagy részt nemesekből e sereg, és nem érzi-e minden nemes, hogy e csatában saját léteért fog küzdeni. Hány nem vala e sorokban, kinek feldúlt vagyonáért, egy meggyilkolt rokonért vagy testvérért kell-e bosszút állani?
Kibámulhatja, amidőn ez elhatározó pillanat közelg, vad vérszom tölti a szíveket. Egyeseknek talán eszébe jutott, hogy ismét magyar fog küzdeni magyar ellen, és lelkük elszomorodott a gondolattól. Voltak a székelyek és egyes uraknak nem nemes hívei között olyanok is, kik nem látták által, hogy válhatik hasznukra, ha közös zsarnokaik elleni csatában legyőzetnek. De mindenki magába rejti ez érzeményeket, és Dózsa közelgő hadai csak a vadkiáltozásokat hallák, melyekkel elleneik által csatára hívattak. Zápolya seregei mozdulattanul várák be elleneiket. Az első megtámadásnál a lázadók azonnal futásnak fognak eredni, ezt gondolá mindenki. Időt kell tehát adni nekik, hogy minél inkább közelíthessenek, és hogy annál nagyobb vérontást tétethessék közöttük. Dózsa háborítatlanul állítá fel seregeit majdnem hasonló rendben, mint ellenei, csak hogy a keresztes had nagyrészt gyalogságból állván az egész vonalt ezek képezik. A kevés lovassága két szárnyra helyeztetett el. Azon ágyuk, melyeket a pórhad részint csanádon, részint egyes urak váraiban elfoglalt, miután senki sem értett rendes kezelésükhöz, inkább ijesztékül, mintsem, hogy az ellenségnek ártsanak, állítottak fel. A bal szárny vezetése Lőrincnek, a jobbik Dózsa Gergelynek adatott által, a fővezér és Orbánki Dózsa maga mellé vett, középen fogtak helyet. Nagyobb különbséget, mint amely a két egymás ellenében felállított hadközök létezett, nehéz volna csak képzelni is. Bíborköntösök, acél és ezüst vagy arannyal kivert páncélok a nemeseknél, kereszteseket rongyos szűr vagy gyolcsink takarja lábaikat bocskor födi. Ott ragyogó, éles fegyverek, itt kaszák, rudakra tűzött sarlók, fokosok és szegekkel erősített dorongok. Ott délceg mének nyerítenek, itt Dózsa lovassága a boronából fogta ki paripáit, melyeket nyereg nélkül kötőféken vezet. Ott pazar fénynek, itt a nyomornak képe. Mintha egy két-hat külseje által egyszer, mint a harcnak okát akarná eszébe juttatni mindenkinek. Csak egy van, ami közös, az égő gyűlölség, melyel egymásra tekintenek. Miután Dózsa seregeinek rendezését bevégzi, a hadak egy pillanatig hallgatva álltak egymással szemközt. A nap ragyogva tündöklött fegyvereiken. Mit mondasz, Pál? Szólt Zápolya mellett álló Ártándihoz. Ez a Dózsa mégse rossz katona. Nem hittem volna, hogy gyülevész népét csak ennyi rendhez is tudja szoktatni. Meglátod, meleg napunk lesz, mondta a váradi püspök, ki szintén Zápolya mellett állt, és az ellenség mozdulatait figyelemmel követi. E nép gyűlölsége fölér legjobb fegyvereinkkel. Nem nagy ellenállást várok, szólt Zápolya megvetőleg. Ne is csak a két sereget, nem olyan-e, mintha napocs éjszakát látnál. Igaz, válaszolt Perényi azon végságból és komorságból vegyült különös modorban, mely tulajdona vala, csak hogyha ideje eljött, az éjszaka legyőzi a legfényesebb napot, s a nap és éj találkozik, a határ mindig vérpirosan áll, és úgy hiszem, erre ma is elkészülhetünk. Alig mondtál a szavakat, amidőn Dózsa intésére a keresztesek megindultak. Krisztusért és a szabadságért! E szavak hangzottak végig soraikon, s a megdördült ágyúk jelölik az ütközet kezdetét. Elővések, melyekre Zápolya részéről azonnal hasonló módon feleltek, a nemesség sorai közül senkit sem sértének. Az idő távol valamelyik midőn csaták sorsa ágyúk által határoztatik el. S valamint a mélybelátású Machiavel, úgy hazánk akkori bajnokai a lőpornak inkább elijesztő, mint valóságos hatást tulajdonítának. Rajta legények! Le a parasztokkal! Kiállt a Zápolya kardját fölemelve. Zápolya és a nemesség! Ordított a sereg, és a két hat fölemelt fegyerekkel jelszavát kiáltva rohant egymás ellen. Mintha ellenkező szelek, melyeknek mindegyike porfelleget hajt maga előtt találkozva összecsapnak, egy percig az egyik legyőzi ellenét és előre nyomul, de ismét visszaszorítatik, s újra előre tör,
míg a porfelhők összekeverve magas oszlopban emelkednek ég felé. Ilyen vala ehadak első összeütközése. Óriási zavar, mely között a diadal minden percben másfelé hajolt, a vezérek szava elhangozott, a sorok vegyültek, mintha mindenki nem győzelemért, de bosszúért küzdene. Mintha az ellenségek tömege között személyes ellentét akarná fölkeresni mindenki, hiszen hosszú küzdés után mindkét rész fáradtan visszavonult, és a hátrahagyott holttestek mutatták, hogy mindkettőnek vesztesége körülbelül egyforma vala. Átkozott parasztok, szólt Zápoly, miután seregei között a rend nem kis fáradtság után ismét helyre állítatott. Ezt soha nem hittem volna. Rendet kell tartanunk és nyugodtan bevárni megtámadásukat, különben még pórul járunk. Artánd és a többi vezérek végig nyarvaltak a seregen, hogy a vezér parancsát az egyes csapatokkal tudassák, és alig foglalhaták el előbbi helyeiket, üdön a keresztes had újra támadáshoz látott. Bortól és a küzdelemtől fölhevülve Dózsa nem hagyja pihenni seregeit, keblét a győzelem előérzete lelkesítés az érzemény áthatá követőit, kik vadkorjongatással rohantak vezérük után. Zápolya ágyúi és a gyalogság lőfegyverei megtördültek, és most több sikerrel, mint először, és a megtámadók közül sokan estek el a golyók alatt, de ez a többieknek csak elkeseredését növeli, és a dolog újra kardélre került. A nemesség fenntartá rendet, és híréhez méltón küzdött. A vezérek híven teljesíték kötelességüket. Zápolya György és Artándi Pál csodákat műveltek. De a sors úgy látszik, kiváltképpen nem az elnyomóknak akart kedvezni. A szokatlan fegyverek, melyek a parasztok által használtattak, a szeges cséplők, melyek alatt a páncélok behorpadtak, a kasza, melyel a lovas lerántatott, a sarrók, melyekkel lovának inai elmetszettek, mindenek fölött a dühösség, melyel a megtámadás történt, zavart hoztak a nemesek sorai közé. Főképp a gyalogság nem bírt ellentállni megtámadóinak, ingadozott, futott, és Zápolya rendei áttörettek. A vasasok pillanatokra visszaűzték elleneiket, de ott vala Orbán, a vitéz Imre, ott Dózsa György maga, és a keresztesek egy percre megzavart rendei ismét helyreálltak, és új lelkesedéssel rohantak megtámadóik ellen. Főképp ez utóbbinak vitéssége vala az, mi még az ellenséget is bámulásra ragadta. Már öltözete is reávonta mindenkinek figyelmét. Miután magát az ütközetre elhatározott, Dózsa teljességgel nem vala arra bírható, hogy saját fegyverét öltse fel. Neki e napra fényesebb kell. Széthányatá a sátorában fekvő fegyverhalmot, és kikeresi azt, melyet legpompásabbnak talált. Kék acélvért vala az aranyszegekkel kiverve hasonló sisak és gyöngyökkel kirakott buzogány, mind a parasztok által megölt zólyominak egykori tulajdona, mint a fegyvereken bevésett címer mutatá. Gergely csak nem térden állva kéri bátyját, hogy a szeszéllyel hagyjon fel, miután a nem szokott fegyver és a vért, mely testére nem illik őt a csatában veszélybe hozhatják, de a félig részeg férfiú nem engedett ebben sem. Magára veti bíbor köntösét, melyet a csanádi püspök ruhatárában talált, és így ült lovára azon büszke öntudattal, hogy Zápolyát még fényes öltözetben és fegyvereiben is felül fogja múlni. A keresztes vezér megrakva zsákmányával, mint egy felhívá ellenségeinek bosszúját. Fehér forgója zászlóként lobogott az ütközet tömkelegében, és jaj annak, ki hozzá közelített. Bátorság, mely a bennünket váró diadal meggyőződésén alapszik, ellenállhatatlan hatalommal bír az emberek fölött. Így küzdött Dózsa. Mintha a kardot, melyet a hadakisten a hun nemzetnek ajándékozott, forgatná kezében, úgy járt e székely villogó vasával ellenségei között, halált és átkokat szórva, harsogó szavával rémülést és bátorságot terjeszte maga körül dicsőn, győzhetetlenül. Honda szerint a székelyek
a hunok maradékától származnak. A keresztesek ügye reménytelennek látszott. Egyrészről a nemesek szinte harc között felnőtt vezérek és seregek, s minden hadikészület, mely a győzelmet biztosíthatja, náluk volt. A másikról az ország minden részeiből összegyűlt parancscsoport, rendes fegyverek nélkül, mely vezéreit nem ismeri, soha rendes ütközetet nem látott, melyet hosszú megszokás azoktól, akik ellen most küzdenie kellett, remegni tanított. Részegnek kellett lenni a vezérnek, ki így seregeket vezetve győzelmén nem kételkedett. Dózsa az vala. Bortól előbb, most vértől. S mi minden józan felfogás szerint lehetetlennek látszott, az a szenvedélyeit követő vezérnek példája által őrültségig lelkesített seregeinek csak nem sikerült. A nemesség hadai lankadtak, Zápolya maga kétkedni kezdte győzelmén. Győztünk, győztünk, harsog a dózsas, diadalmi rivalgással nyomultak utána hadai. A végzet másképp határoz el. Míg a hat közepén Dózsa a győzelmet már biztosnak gondolá, és Lőrinc a balszárnyon hasonló szerencsével küzdött Bánfiakabot csak nem a Temes partjáig szorítá vissza, az alatt a jobb szárnynak helyzete, hol Dózsa Gergely parancsnokolt, mindig veszélyesebbé vált. Gergely híven teljesíti vezéri kötelességeit. A személyes bátorság, amelyel a veszéllyel szembeszállt, ha vezér intő szava, melyel seregeit küzdésre intés, a győzelem kivívására elegendők lennének, Györgynek nem volna oka, hogy öccse ellen panaszt emeljen. De a jelen pillanatban szenvedélyre van a szükség, mely a seregeket magával ragadja, és ez Gergelyben hiányzott. Lőrincet vallásos buzgóság, Györgyöt dühös gyűlölség, csodatettekre lelkesíték, de Gergelyt csak kötelesség érzett, csak azon óhajtás vezeté, hogy a reménytelen csatában katonához méltó halált találjon, s Imre Vitéznek bajnokheve a vezérben hiányzó lelkesedést nem pótolhatá ki. A keresztesek jobb szárnya hátrálni kezdett. Lassan fenntartva, s időről időre újrohamra bírva vezérei által, de hátrált mindig, és kismarjási huszárjai biztatva siker által mindig növekedő hatalommal vágtak be soraik közé. Ha a keresztesek a csata elrendezésében tartalékseregről gondoskodtak volna, mely veszélyezett jobbszárnyoknak e pillanatban segítségére jöhet, vagy ha Gergely csak addig állhatna ellent, míg a csapat, mely Orbán vezérlet alatt a középpontról sietve közelít, megérkezett, e pillanatnyi veszély elvalahárítható. De a szerencse, mely a kereszteseknek eddig kedvezni látszott, megfordult. A sorok mindinkább összezavarodtak, mindig növekvő sebességgel vonultak vissza elleneik előtt, és Imre és Gergely minden iparkodásaikkal alig bírtak csak annyit eszközleni, hogy a visszavonulás némi renddel történjek. Ekkor tört ki Petrovics székelyeivel az erdőből, melyhez a visszavonuló keresztesek közelítének, és a bátorság vesztett sereg alig látá meg ez új, váratlan ellenséget, midőn nagyrészt eldobva fegyvereit futásnak indult. Gergely az Istenre kért, Imre káromkodott, de hasztalan. Nem vala földi erő, mely a megrémülteket visszatartóztathatá. A vezérek és azon kevés bátrabbak, kik a megtámadásnak ellent akartak volna állani, csak nem legázolva társaik által a közös rohammal ragadtattak el. Egy csapás az ütközetre nézve határozó vala. A megfutamodott sereg magával ragadva azon csapatokat is, melyeket Orbán éppen segítségére vezetett Dózsa György hadaira veték magukat, és azokat hozták zavarba. Petrovics és Kismarjási lovasai nyomban követték őket, és a keresztesek központját hátulról támadák meg, míg Ártándi Pál a tartaléksereggel Zápolyának segítségére sietve előbbről kettőzött erővel kezdé meg újra az ütközetet. El vagyunk árulva, bátori nyakunkon van, fussatok! E szavakat hallá Dózsa mindenfelől,
S midőn alig bízva fülébe visszanéz, győzelmes seregei helyett, melyeket csak imént diadalra vezetett, csak rémülést lát maga körül. Fegyverben gyakorlatlan tömegek néha csodákat művelnek, de van valami, mi rendes seregeknek így tömegek fölött mindig felsőbbséget ad. Az, hogy ez utóbbiaknál minden közbejött zavar orvosolhatatlan, és hogy eképp a győzelem csak egy közbejött véletlen esettől függ. Ez történt itt is. Egy perc alatt minden változott. A keresztesek győztek, elleneik maguk sem kétkedtek ezen többé, és zápolya már visszavonulásra gondolt, de alig hangzottak fel az első veszélykiáltások, alig mondatott ki a szó, fussatok, először, midőn a rémülés már az egész sereget megragadta, és a vezéreket kivéve mindenki csak menekvésről gondolkozott. Tűz nem terjed el sebesebben, mint a félelem szerencsétlenek között, és Lőrinc a bal szárnyon még alig vevé észre a történt zavart, midőn magát már elhagyatva látá, és egy perc alatt győzelmes seregei Temesvár felé futottak. Orbánt a tömeg magával ragadta. Hősként küzdött Dózsa oldala mellett, hallatlan bátorsággal, minőt csak attól várhatni, ki az ütközetben halálnál egyebet nem keres. György bámulva látá vitészség, és midőn a jobb szárny veszélyéről értesült, őt küldék Gergely segítségére, de mielőtt a parancsnak eleget tehetett, a megfutamodott sereg magával ragadta az ő csapatját is, és minden erőlködés, melyel a tömegből kibontakozni és az ütközet helyére visszajutni iparkodott, hasztalan vala. Az egész tömeg Temesvár felé szaladt, és megriadt lova elragadta őt is a többiekkel. Végre visszatartá lovát, és megfordult. Iszonyú látmány terült el szemei előtt. A tért a Temesvár felé szaladó keresztesek takarták. Majd egyenként, majd kisebb s nagyobb csapatokban futottak a város felé, többnyire fegyver nélkül, melyet részint, hogy üldözőiket könyörületre bírják, részint, hogy sebesebben szaladhassanak, eldobtak, de Petrovics és Kismarjási lovasai könnyen utolérték a szerencsétleneket, és bosszújuk elől, melyet az ütközet dühösségig növelt, lehetetlen volt a menekülés. Az utolérettek földre borulva könyörögtek éltökért, hasztalon. Felkoncolva húltak el a véres mezőn, s az üldözők holt testeken át új mészárláshoz nyargaltak. Ott, hol Dózsa állott, az ütközet még tartott. Csekélyé olvadt a sereg, mely mindenfelől ellenségektől körülvéve vezére mellett még küzdött. Lobogójuk elveszett, és minden pillanatban szűkebbre szorult a kör, mely között a bátrak utolsó csatájukat vívák, de a tolongás, mely ehelyen látszott, a zaj, mely onnan hallatszott, mutatá, hogy a nép ugye még nem hagyatott el minden bajnokai által, Orbán ide akart sietni, már sarkantyúba vevé lovát, midőn nevét hallá. Megfordult, és Lőrincet látá maga előtt. Jervelem, mondta a papkinek sápadt arcán, most is azon elhatározottságval a látható, mely azt mindig jellemző. Itt többé nincs dolgunk. Minek vesztegetni életet, míg annyi nemes ügy van a világon, melyért azt feláldozhatjuk. És hova menjünk, kérte Orbán meglepve. Le Bácsba, hol hosszas seregei állanak. Ha ügyünk ott is legyőzetett, Veszprémbe, hol Sós körül még ezerek állanak. Ne félj, elég hasznát veheted még életednek. Jár hamar, mielőtt a kedvező pillanat elrepült. S hát nem elég vér folyta már mostanig. Még tovább akarod folytatni a reménytelen harcot, mely a hazát romokkal borítá. A harc, melyért ennyi ember ontá vérét, nem reménytelen. A halottnak arcán meglátszik a végső gondolat, mellyel az élettől megvált. S hol ezerek a szabadságért küzdve vesztek el. A hatalmas eszme, mely kebleiket a végső pillanatig áthatá, nem tűnhet el sírjaik fölött. Ha mi elnémultunk, e mező, melyen küzdénk, eszökbe fogja juttatni utódainknak, hogy a diadal még kivíva nincs, és hogy fegyvert kössenek ők is. A szabadság küzdelme hosszú, de győzelme biztos. Isten veled hát,
és adja az ég, hogy bizalmadban meg ne csalatkozzál, mondá Orbán, kit a rendíthetetlen szilárdság, melyen Lőrinc még e pillanatban is ügyéhez hív maradt bámulattal töltött. Keres erősebb társat magadnak, és ezzel Orbán megindítva lovát egyenesen az ütközet felé szágódott. Nincs hite, szegény ifjú, sóhajtott Lőrinc, midőn a távozó után nézett, s megsarkantyúzva lovát a ceglédi plebános eltűnt a csatamezőről. Orbán az alatt Imre Vitézzel találkozott ki, mint egy 100 lovas kíséretében vele szemközt jött. Egy kis csapat, mely a keresztesek bátrabjaiból állott, sebesen, de mégis bizonyos renddel eszközlé visszavonulását eltökélve, hogy azon esetre, ha ellenséggel találkozik, fegyverrel tör magának utat. Hová, hová, diák uram, kiállta Imre, midőn Orbánt meglátta. Vissza Dózsához! Mi a manó? Kiállta emez. Ott véres pennával írnak. Hát azt mondják-e rólunk ellenségeink, kiállta emez, hogy vezérünket gyáván elhagytuk, hogy inkább a hóhér kezébe vetettük magunkat, mintsem, hogy férfiakhoz illő halállal vesszünk a csatamezőn. Diák uram, igazságod van. Az is gazember, aki nem követ, ordított Imre, és megfordítva lovát Orbán mellett rohant az ütközet felé. A csapatnak egy része követi vezérét, a többiek elszéledve futottak, amerre mindenkinek a menekvés biztosabbnak látszott. Az ok, melyért Orbán az ütközethez visszasietett, az vala, hogy a győző ellenségek közül valakit Fruzsinának a táborban létéről tudósítson. Mindeddig nem teljesítheti e szándékát. Többször Ártándi közelében látta magát, de midőn megfeszítve minden erejét feléje tört közélyes pár közé más ellenségek nyomultak, s reménye ismét meghiúsult. Most a sors Orbánnak kedvezni látszik. Midőn a küzdelem helyéhez közelített, maga előtt látta Ártándit, ki a megfutamadott ellenség üldözését másokra hagy, vagy a csata végperceig semmi alkalmat sem ulasszon el, hol dicsőséget arathatna, szintén visszatért, s most minden erejét megfeszíti, hogy a tömött körön, melyet a győző sereg a kevés még küzdő ellenség körül képezett, áttörve Dózsát közelíthesse meg. A zaj, melyet az Orbán és Imre vezérlete alatt közelítő lovascsapat okozott, magára voná figyelmét. Megfordult, és bámulva látta a merészséget, melyel a maroknyi nép látszólag minden más cél nélkül, mint hogy vezére oldalán essék el, a győző hadat megtámadá oly váratlanul, oly dühösen, hogy előtte első pillanatban a legbátrabbak is visszavonultak. Ártándi oda sietett. A megtámadás által okozott tolongás között alig fért elleneihez, de Orbán elkészíti útját. Kétségbeesett erőlködéssel tört egyenesen Ártándi felé. Buzogánya előtt mindenki visszavonult, míg közte és Pál között senki sem vala, ki a küzdelemnek merre látszólag készült útjában állhatott. Pál védelemre emeli fegyvereit, nem ismeri Orbánt. Leeresztett sisakja alatt a vaspáncélban senki sem gyanította volna a szegény íródeákot, de csata közben többször észrevette, hogy ez az idegen bajnok különösen őt látszik küzdésre fölkeresni, s Pál bátrabb volt, hogy sem így kívánatot bárkitől megtagadna. Úgy látszik, velem akarsz mérkőzni, kiállta Ártándi kardját emelve. Nem a legbiztosabb munkát választád, de jer! Orbán a csapást, mely e szavakat követi, pajzsával fogta fel. Nem azért kerestelek fel, hogy véredet oncsam, kiállta. Siess a keresztesek táborába, Telegdi Fruzsina ott van. Ollósi sátorában fogod találni, jelül nagy fehér lobogó vonatot fel tetején. Siess! Ki vagy? Kiállta Ártándi bámulva. De mielőtt Orbán felelhetett, a körülállóknak egyikemidőn Ártándit megtámadva látta, a páncélnyílásokon keresztül a boldogtalan ifjú mellébedő fékardját. Orbán feljajdulva visszahanyaglott lován. Siess, Ártándi Pál, mondta végső erejével, s ha megmentéd, boldogítsd őt, s e szavaknál leesett lováról. Viseljétek gondját, mondta Ártándi két mellett álló vasashoz,
kik apja zászlóaljához tartoztak, és az ütközet alatt Pál közelében tarták magukat, hogy senki se bántsa. Hercegi jutalomra számíthattok, ha életét megmentitek. S a sietve mondott szavak után egy csapat lovast magával víve, Pál egyenesen a keresztesek tábora felé száguldott. A vasasok Ártándi parancsához képest fölemelék Orbánt s a tolongás közül nyugodtabb helyre vivék. Hercegi jutalmat, ha életét megmentjük, mondta az egyik rosszkedvűen. Pál úrfi könnyen ígérhet, az ki, mint e szegény pára két arasz vasat nyelt, nemigen ebéddel többé jó ízűen. Azért mégis meg kell tenni az úrfi parancsolatát, mondta a másik, annyival inkább, mint hogy derék legényt bízott reánk. Ellenség, de becsületes ember módjára ismerkedett meg velünk. Ha a gazparasztok között csak minden tizedik osztogatta volna oly bőkezően csapásait, örök áron bírhatnák a mezőt, és mi pengő buzogányütésekkel kifizetve elkotródhatnánk. A vasasok e beszélgetés közben nehány száz lépésnyire a helytől, hol Orbán lováról leesett, fűz árnyékában tevék le terhüket. No, itt nem bántja senki, mondta ismét az előbbi. Akár végső feltámadásig itt maradhat, már is merevülnek tagjai. Ki tudja, mondta a másik időn bicskáját kivéve a páncél csatjait kezdé felvágni. Talán még él. Le kell őt vetkőztetnünk. Igen, szólt társát segítve az előbbi. Talán él, és akkor Pál úrfitól hercegi jutalmat várhatunk. S ha nem él, hát akkor fizessen a jópajtás maga fáradtságunkért, melyel idáig hoztuk. Ki tudja, mit találunk zsebében. A legsötétebb hegyoldal néha telve arany erekkel. Felfordult világban élünk. Most a paraszt zsákmányolta ki urait, miért ne lehetne a guba is arannyal bélelve? Elmélkodásait itt társa szakítá félbe ki a nehéz sisakot Orbán fejéről leemelve egyszerre reá ismert. Uram, fia, kiáltott bámulva, telek, de ő nagysága tulajdon író diákja, aki Pál úrfit meg akarta ölni. Mi az ördög? Kiállta a másik a halott fölébe hajolva. Igazságod van. A gazember most se sokkal halaványabb, mint mikor urával Ártándon járt. Hallott-e ilyet a világ? Ura, mint saját gyermekit nevelteti föl, s ő gyilkosaihoz áll. A vasasok egy ideig hallgatva álltak a holttest mellett. Szemük borzadással függött a halvány vonásokon, melyeknek fájdalmas kifejezését a halál el nem takarán fátyolával. Jó, hogy jutalmát kikapta, mondta végre az első. Kár biza, szól a másik, nem adnám sokért, ha alávaló szívébe mártatnám tőrömet. Menjünk, mondta az előbbi. E semmire való mellett csak nem fogunk őrt állani. Ha a lovak összetiporják, annál jobb. Úgy se érdemel egy ebet. Megmondjuk Pál úrfinak, hogy kit bízott reánk, válaszolt társamidőn szintén menni készült. Fel kell akasztani holttestét, így ember csak hóhér temethet el, kutyáknak kéne dobni csontjait. És ezzel a vasasok Orbánt a véres pázsiton hagyják, és az ütközet helyére siettek vissza, hol, mint az onnan hallatszó zaj mutatá, az egyenetlen harc még mindig folyt. Nagy része azoknak, kik midőn a szerencse a keresztesek ellen fordult gyávább társaik példáját nem követték, és vezérük mellett a végső cseppérig helyt akartak állani, rég nem vala többé. A tízszerte számosabb ellenség egyenként földre teríti a bátrakat, és a csapat közül, mely Orbánnal segítségükre sietett, csak Imre Vitéz vala az, ki magának hozzájuk kardjával utat tört. De élt Dózsa György még, öccse Gergely, Imre Vitéz, és körülöttük 20 vagy 25-en híveik közül, s minél szűkebbre szorultak körmelybe küzdének, annál dühösebbek, annál öldöklőbbek lőnek csapásaik. Mintha egy égő háznak lángjai eloltattak, s a tűzveszélyből csak kis darab marad még, mely, mert éppen ott a leggyúlékonyabb anyag halmoztatott fel, az oltók törekvéseinek mindig ellentáll, s félig eloltva újra kitörs, terjedni látszik, s ismét mindent elborítani készül. Ilyen vala a küzdelem, mely zápolja győző seregei és a keresztes had végső töredékei között folyt. Úgy látszott, mintha a halál, melyet keresni látszottak-e bátrakat kerülni akarná,
mintha a hadak nemzője védve emelné pajzsát leghívebb gyermekei fölött. Menj, dörgős, menj, kő! Kiállta Petrovics, ki fél óránál tovább vedd részt a küzdelemben, és több sebtől vérezve Dózsa Györgyöt egy percig nem hagyján nyugodni. Nincsenek tizen, és nem bírunk velük. Rajta, rajta! Zápolya és a nemesség! Krisztus és szabadságunk! Kiállta Dózsa, és a küzdés kettős erővel megújult. Petrovics mellett egymás után húltak legjobb vitézei. Imre buzogány csapástól fején találva elaléltan esett le lováról, mellette ismét néhány keresztes adta ki lelkét, de Dózsa majdnem seb nélkül tovább küzdött. Gyanítás sorsát, ha Zápolyának kezébe kerül, és halni akart, de a végzet nem engedi, hogy az, ki hatalmával visszaért, bajnokok szép halálával halljon el. A velencei páncél és sisak, melyet gőgében felöltött, ellentállt minden csapásnak, mintha a sors büntetésének eszközeül éppen azt akarta volna választani, mi őt a csanádi ütközet után elkövetett kegyetlenségekre emlékezteti. Törött kardjából csak még egy darab maradt, de ő tovább vitt e darabbal. Hívei mind vérökben feküdtek körülötte, maga Gergely lerántatott lováról, de mindez csak új bátorságot, csak új halálosabb lelkesülést látszik önteni szívébe. Végre megtámadóinak egyike lovának lábát sebesíté meg halbárgyával. A ló felbukott vele Dózsa, ki most nehéz fegyvereinek sparipájának terhe alatt végre a fölébe rohant ellenségek hatalmába került, csak nehezen oltalmaztatott meg bosszújuktól. Öljetek meg! Kiállt a kétségbe esettem, míg Petrovics parancsára kötelet hozattak. Aki bántja, azt főbe lövöm! Kiállta a vad Petrovics. Vigyük őt elevenen Zápolyához, így embernek egy halál nem elég. Dózsa megújult kétségbeeséssel védé magát, vadon ütött körül kezével, és a nehéz vaskesztyű még földre terített többeket ellenei közül, de végre a szám győzött. Kezei megkötöztettek, és kihúzva lova alól, mint fogoly kellett állania a büszke vajda előtt, ki a váradi püspökkel, az öreg Ártándival és Kismarjásival éppen akkor jött a küzdelem helyére. Hát szerencsésen megfogtad a haramiákat, mondta Zápolya jókedvűen, és amint látom, mindkettőjüket folytatá szemeit Gergelyre függesztve, ki épp akkor többsebtől véresen György mellé állítatott. Hét faluért nem adnám, hogy a fickók elevenen kerültek kezembe. Meglátjátok, tudom, hogy kell velük bánni. Petrovics homloka izzadságát törölve kegyetlen megelégedéssel nézi rabjait. Nézze csak, nagysád, mondá mosolyogva Zápolyá, az a hatalmas vezér most milyen halovány. Félsz, Dózsa? Szólt hasonló hangon Zápolya. Hadd el, nem illik katonához. Dózsa csak ugyan halovány volt. Néhány perc óta arcának kifejezése megváltozott. A megvető dac helyett, melyel elleneit előbb nézi, most mondhatatlan nyugtalanság tölti egész valóját. Majd Gergelyre, majd Zápolyára fordítá szemeit. Zápolya szavaira a székely arcát láng borítá el. Kérdezd ezeket, félteme, mondá büszkén körültekintve. Nem, kevély vajda. Ha arcom halványul, s remegni látsz, nem ráncokba szedett homlokod okozta aggodalmamat. A székelyhegyek csak a napsugaraktól pirulnak, nem a népek gyávasága miatt, és én, mint székely, halok meg. Gyötörd eszedet, gondolj ki kínzást, mely új legyen, és szokatlan, merről századok után még borzadással beszél az utókor. Én elvárom hatalmadat, s könnyebben elfáradsz kínaim nézésén, mint én a szenvedés között. De légy igazságos, János vajda! Büntesd azt, ki büntetést érdemel, ki úri társaidnak ellensége volt, és tűzzel, vassal pusztítá házaidat. De gondold meg, hogy Gergely ártatlan. Igen, vajda, öcsém, ártatlan,
Csak kedvemért vett részt a háborúban. Nem volt nap, melyen ne intett békére. Ha számtalan nemes közül, kik kezembe kerültek, sokat szabadon bocsáték, Gergely kérelmére történt. Kérdezd hadifoglyaidat, kérdezd az egész országot. Minden ember mondani fogja, Gergely ártatlan. György szavai mélyen hatottak a jelenlevőkre, kik közül többen állításait tanúságokkal igazolák. Csak Zápolya maradt nyugodtan, sőt György bátor szavai látszólag rosszul hatottak rá. Meglátjuk, mennyiben fogod igazolni Hegyke ígéreteidet, mondál keserűen. Egyéb iránt, ha az, mit mondál, igaz, öcsédnek büntetése szelidebb lend. Igazságot fogok szolgáltatni. Érted-e? Szigorú igazságot. Irgalmamra úgy látszik, nem szorultál. Vezessétek a foglyokat Temesvárra, mondá Petrovicshoz fordulva. Tartsd szoros őrizet alatt, mi addig a lázadók táborába nézünk. És ezzel Zápolya többektől követve ellovagolt. János Vajda, gondolj üdvösségedre, gondolj a jövőkorra, mely fölötted ítélni fog, kiállt a György kétségbe esetten a távozók után. Gergely ártatlan, ígért, hogy őt szabadon fogod bocsátani, állj rajtam bosszút, öcsém ártatlan. A lovasok sietve távoztak, Dózsa szavai elhangozának. Gyerünk, György! Mondá Petrovics, ki minden vadsága mellett a székely fájdalma által meghatva érezé magát. Most Zápolya nem hal. Megkérheted Temesváron, magam is pártolni fogom kérésedet. György kétségbesetten égre emelés szemeit és útnak indult. Gergely mellett haladva vigasztalni akará hasztalam. A szerencsétlent nem vigasztalhatá semmi. Gyilkosod vagyok, mondá időről időre. Igen, én vagyok gyilkosod, ne szólj, ne vigasztalj. Ha százszor megbocsátasz, szavad nem takarj el az ártatlan gyermekek hangjait, kik apjok gyilkosa ellen átkot mondanak. Míg a kíséret Petrovics vezérlete alatt Temesvár felé haladott, és a csatamezőn csak a halottak s itt-ott egyes a nádosok felé váncorgó sebesültek maradtak, kiket még egy nyomorult állapotban is véletlenül a mezőn kószáló lovasok újra űzőbe vettek, s lekoncoltak. Az alatt a Vajda fényes kíséretével a keresztesek tábora felé vágtatott. Átlátá, mennyire fogja növelni győzelme a népszerűséget, melyel a nemesség között már is bírt, s ha volt, mi a diadalmi örömet, mely lelkét tölté, elkeserítette, ez azon aggodalom volt, melyet Ártándi Pál miatt érezett. Fél óra óta a bihari daliát senki sem látta többé, és valamennyien főképp az öreg Ártándi hasztalan kérdezősködtek felőle. De ezen aggodalom sem tartott sokáig. A keresztes táborban, ahol a körülheverő holttestek és a hátrakötött kezekkel Zápolya előtt földre boruló asszonyok eléggé bizonyíták, hogy itt is minden ellenállás legyőzetett, a Vajda és társai nem kis bámulásukra hallák, hogy Telegdi Fruzsina és Bebek Katalin Ártándi Pál által a táborban találtattak, és az egész sereg örömrivalgások között sietett Dózsa sátora felé. Itt a győzelmes vezér Bátori István által, ki azzal a Temesvárról kitörve a tábort elfoglalta, baráti öleléssel fogadtatott, s az öreg Ártándi halvány mátkája mellett találá boldog fiát. Fruzsina megmentésének történetét körülményesen leírni fölösleges. Katalin, ki astmidőn Zápolya és az öreg Ártándi a táborba jöttek első hevében, s később halála órájáig százszor előadá, maga sem mondhatott egyebet annál, hogy Pál éppen azon pillanatban jött, midőn Bátori a tábort elfoglalta, mi által a hölgyek minden veszélytől, mely őket parasztruhájukban a felbőszült temesi serektől talán fenyegethetné, megőriztettek. Mindezt, valamint azt is, hogy Bátori, melyet rájuk ismert, irántuk a legnagyobb udvariassággal viseltetett, olvasóink, ha nem mondjuk is hihetőkép, gyanítanák. A következtetés iránt,
melyet Katalin a történtekből kivont, az olvasó talán más véleményben lehet, mintán a jámbor hajadon ártándi Pál közbejöttét kizárólag a szív helyes ösztönének tulajdonítá, mely a szerető ifjút egyenesen a táborba, s Ollósi magasan felvont fehér lobogójához vezette. Hasonlóképpen elhallgatjuk a túlságos hálálkodásokat, melyekkel Báthori megmentését zápolyának köszöni, s melyekre ez hasonló őszinteséggel felelt, míg a körülállók örömrivalgásokkal ünneplék a két hatalmas férfiúnak kibékülését. Miután rövid ideig a táborban tartózkodtak, Báthori a jelenlevőket Temesvárra hívá, hová rövid idő múlva az egész tömeg megindult. A győzelmes sereg örömrivalgások között, a foglyok kötözve, szomorúan lehajtott fővel, mint a nyáj, mely mészárszékre hajtatik. Ollósi ugyan nem osztozott sorsukban. A hölgyek kérésére Báthori megengedi, hogy a szabó békó nélkül követhesse seregeit a városba. De Bakács ideiglenes követe most levert kedéllyel, talán először életében elkövetett mindent, hogy a tömeg között eltűnve minél kevesebbek által vétessék észre. A tábor, hol néhány óra előtt annyi zajval a hallgataggá vált. A csatamezőn néma csend uralkodott, mikoron élet és csak a hold önti el halavány sugarait a halottak fölött. Egyes asszonyok jöttek, kik üldözőik elől a nádasokba menekülve most halk léptekkel járták körül a gyászos mezőt. Férjeiket vagy testvéreiket keresték. Lehajolva az egyes halottak fölébe, kiknek ruhái vagy termete őket egy percig csalódásba hozták, szomorúan fölkelve, ha csalódásukat észrevevék, és tovább haladva így barangoltak körül, míg egyesek közülük a keresetteket feltalálák, és párjuk hideg keblére borulva halk nyögéssel panaszlák szerencsétlenségüket. Orbánt nem kereste senki. Hidegen, ég felé fordult arccal fekszik a fűz alatt. Mered szemén a holtsugár tükrözik, és nincs meleg kéz, mely azt örök álomra bezárja. Éltének egyedüli díja, hogy annak folytatásától fölmentetett. Miért szeretett annyira?